Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok, és akkor folytassuk a Dishonored-nek a következő részével. Ugye most fogunk menni Szokolovért, már átjutottunk a Caldwin hídon, aki nem látta az előző részeket, akkor azzal kezdjen ezzel, mert ugye ez már a folytatás. Szóval akkor itt tartottunk, hogy nézzünk körül ebben a szobában. Ugye innen jöttünk, igen, így van. És akkor itt vagyunk ennél a kis rúnánál, amit ígértem, hogy ebben a részben fogok fölvenni. Na! Uha, ott egy őr. De még nem foglalkozunk vele. Először is körülnézek itt. Megnézem, hogy itt mik vannak. Van itt egy felvigyázó zene feljegyzés. Tegnap elmentem egy felvigyázó mellett, aki épp azt a furcsa apátsági zenét játszotta. Nem láttam az arcát a maszkja mögött, ő pedig csak tekerte furcsa zeneszerszámja karját. Hallottam, amint a szent szövegeket mormolja magában. Na hát ezt én most nem fogom végigolvasni, de majd később vissza fogunk erre térni. Egy ősi zene. Oké, rendben. Kérdezte valaki, hogy miért nyitom meg ezt a csapot mindig? Hát mert megtehetem! Oké. Okay. Ó, van itt egy kis nyálkahal konzerv, életerő elixír. Tökéletes. És akkor... Ott van az őr. Ajajaj, ott is van egy őr. Várjuk, és itt mi van? Itt még nem néztem körbe. Itt nincs semmi. Oké. Okay. Jó, akkor mindenképpen erre kell jönnünk. What, them wheels? Yes, round and around, like the cycle of life. Such a wondrous symbol of the progress we've made in industry and invention. If you say so, sir. And remember, guardsmen, we must make sure they keep turning. It would look very bad on your record, very bad indeed, should the factory shut down on your watch. Yes, sir. Jó van, őket is kihallgattuk, és akkor ott van az őr, akit nekem le kéne szedni, de valami üveg mögött van, jól látom? Igen, üveg mögött van. Úgyhogy... Nem adunk neki esélyt, hogy észrevegyen, inkább jövök erről. És körülnézünk sötétlátással. Jaj, az a izé, az a mocsári, vagy folyami kagyló, vagy mi? Itt alattam az őr. Sutyomban elment cigizni. Hát én most elkapom. Megint nem voltam elég közel. Oké, megúsztad ennyivel. És itt van a folyami kagyló. Meg ott van még egy. De hát itt nem fogják bántani őt sem, úgyhogy tökéletes. Itt meg nincs semmi, jó van. Akár ide is rejthettem volna. Hopp! Visszatért egy őr. Remélem, hogy nem kezdi el hiányolni a társát, azt nem lenne túl jó. Na most mész, vagy mi lesz? Oké, rendben van, felment. Itt nincs semmi, itt sincs semmi. Na most az van, hogy... Valahogy föl kéne jutnom oda. Aj, de hogy menjek így? Mondjuk így. És akkor... ott az őr. Ajaj. Már fölkapaszolunk a tetőre. Föl tudok olyan? Aha, föl tudok. Így né. És itt be tudok jönni. Vagy nem? Ez nem csak nem csapóajtó. Ez nem csapóajtó. Aj, a francba. Ott is van egy őr. Az viszont úgy kéne elkapni, hogy ez az alattam lévő ne vegye észre, úgyhogy valahogy más megoldás kell. Huha! Hüha! Most majdnem leestem. Ez gyorsan meg is volt. És nem vettek észre. Ha-ha! Ha! De jó leszel ott. Az az őr meg erre néz. Ez nem jó ötlet. Akkor arra menni.
Akkor viszont csak itt kéne. Én most megpróbálok valamit. Lehet, hogy nem jön össze. Á, erre elmegy. Vagy üveg csak amarról van? Erről nincsen? Megpróbálkozok vele. Á, nem. Ez hülye ötlet. Vajon kis zajongok egyet. Végre egyszer tudom használni, vajon? Aha. De ugolj már föl! Jön erre és meglátjuk, hogy mit lát. Nem tudom, de én most megpróbálom akkor ezt lelőni. És nem vette észre, hogy kitört az üveg? Látjátok, mondtam én. Oké, akkor most már be tudok menni ide. Úgy, mondtam én. Kifosztjuk. És van itt egy kábel. Kapcsoló. Kikapcsoltam azt a nagy kereket. Tökéletes. Itt pedig már nincs semmi, viszont van itt ez a kábel, ugye ezt gondolom kimegy oda. Én pedig kijövök ide. Ott egy őr. Aki jön föl erre. Hogy nem? Nem, de meghallott, azt tudja, hogy meghallott. Elég hangosan klappoltam. Hát én ezt most el fogom kapni. Oké. És megvagy! Őt elrejtem ide. És körülnézek itt, megnézem, hogy itt mi van. Van itt egy kis barack torta. Üres üvegek. Meg egy kis rézdrót. Na, az értékes, az nekünk nagyon jó. És egy ajtó. Ó! Átértünk egy másik részre. Ja igen. Ugye itt jött fel az őr. Itt meg nincs semmi extra. Oké. Egy kis érték, megint csak. Jó, ezt nyitva is hagyom akkor. És egy villámfal. Ezt nem tudom kinyitni, akkor viszont erről kell menni. Ja igen, és itt jön az a kábel, ami oda fölvezetett a vezérlőbe. Aha! Ezért állítottam le, hogy most már át tudjak itt jönni. Csak hogy nem erről, hanem erre. MR-ről. Úgyni. És akkor a villámfalat. Én most csak kiveszem. Villámfalat deaktiváltuk, tökéletes. Most már át tudok menni. És itt már nincs is több dolgom, szerintem. Így van. Át is jöttem. Hát egy kuka. Guberálunk egyet, de nem, mert nincs semmi benne. Jó. Akkor szerintem ennyi. Hopp, van itt még egy ajtó, ezt megnézzük. Másik oldalról eltorlaszolva. És itt egy izé. Ott a csontalizmán. Valahogy be kéne jutni ide. Várjunk csak. Volt ott itt egy ilyen lejáró, ahova ledobtam az őrt. Megnézzük, hogy ez hová vezet. De most látom, hogy nem oda, ahova én szerettem volna jutni, úgyhogy tök mindegy. Hát ja. Na jó van. Akkor viszont mindegy. Akkor ezt a csontalizmánt így még nem tudom felszedni. Gondolom, hogy majd később lesz rá módom. És akkor az északi végre. Ezt a szöveget már ugye olvastuk a korábbi részekben, és itt vagyok a Szokolov házától 84 méterre, ahol megint föl kéne mászni a tetőre,
Na itt van egy ház. Úgyhogy körülnézek. Itt vannak hullák. Tetem. Ott is tetem. Semmi érték? Semmi érték? Jó, akkor menjünk följebb. Rohadt patkányok. De itt sincs semmi, le van torlaszolva. Hát jól van, akkor ebben a házban sok értelmeset nem találtam. Hova is menjek? Mondjuk oda föl. Na? Úgy-úgy. Azt itt ennyi? Aha, erről is tudok jönni. Ott van Szokolov, közelítünk felé. Miért cifzer a falon? És patkányok, hajaj! Nem tudok átcsúszni, hát rohanok. Állj, nem! Jó, hát akkor erről nem tudok menni. Viszont patkányok vannak, úgyhogy... Úgyhogy kicseresszük őket. Itt nincs semmi. And if you want your elixir rations, then I suggest you stop your wondering. These are pigs. Pigs for Sokolov's experiments. And pigs mean nothing to me. Understand? Right, right. I mean, why worry about a couple of disgusting smelly pigs, you know? All pigs get slaughtered sooner or later. Better if I wonder about those sounds we heard from the warehouse, right? I mean, what was that all about? That's better. You'll go far, Grayson. Okay, ez a beszélgetés ki lett hallgatva. Hát sokat nem tudtunk meg, viszont most ez merre jön? Uha, remélem, hogy nem eddig jön. De itt elbújok. Fogadjunk, hogy pisilni megy? Nem, azt hittem, hogy ez is pisilni megy. Oké. Oké. Na, egy ilyen romos épületbe érkeztem valahogy. Pedig nem így terveztem, viszont itt fel tudok mászni. Úgy-úgy. Fel bizony. Ott egy villámfal. Nem, villámfalba be vannak zárva oda valakik. Na, ti kik vagytok? Stupid rats. Plague. Elixir. Bunch of crap. Na jó. Tudok följebb is menni, ahogy elnézem. Úgy-úgy. Itt egy szekrény, belenézünk, valami, de nincs, tök üres. És ez itt. Átnézek oda. Aha, egy házba érkeztem, és már is hallok. Valahol egy rúnát, vagy egy csontalizmánt. Na. Ott van fölöttem. De jó, hogy átjöttem ide. Oké. És el van torlaszolva? Nem mondod. És... Ott van egy rúna, ott van egy csontalizmán, és nem tudok bejutni. Viszont ott van egy ajtó. Ott meg kéne próbálni valahogy bejutni, akkor viszont lehet, hogy föntről kell megpróbálkoznom. Méghozzá erről? Aha, erről. Úgyni, meg is van. Meg egy szoba, ami tökéletes, majd ki. Ilyen valami, jó. Na, oké, akkor szereztem megint, itt van még pénz. Na nézzük. Azt mondja, hogy erők. Ugye én erre gyűjtök most, hát ehhez még kell bizony 5 darab. Aztán szerencsés fordulat. Az italok nagyon ritkán maximum manát adnak.
Ez nekem nem kell szerintem. Igen, ez nem kell. Viszont akkor beteszem ezt. Hát, hogy egyszer beadja, és akkor nekem tök jó lesz. Oké, igen, és akkor itt kukucskáltam be, ugyebár. Jó, akkor ezért már megérte eljönni, viszont volt itt még valahol. Ott van egy rúna. Ja. Oké. Áh, nem tudok felugrani ide. Kénytelen leszek ezzel menni. Úgyni. Ó, titkos készlet. Tip. Higgins, nemrég hírt kaptam egy lelőhelyről a Colvin híd északi végénél. Még egy bolond barom, aki egy titkos kamerában tartja csillogó kincseit. Azt hallottam, hogy háromszor kell megtekerni egy csapot, hogy kinyíljon valami titkos ajtó. Nincs tudomásom arról, hogy mit rejt ez a szoba, csak azt, hogy egy hangszóró hajlik ott az utca fölé egy ajtó mellől. Ne felejtsd a részem, ha megtalálod. Oké. Okay. Na akkor most már láthatjátok, még nyitogatom a csapot, hát ezért. Amúgy nem. Nem ezért, de most legalább lesz egy okom rá. Jó. Colvin híd északi vége. Oké. Okay. Egy hangszóró hajlik fölé. Hát ezt majd megnézzük. De várjunk csak, most nem erről a... Nem erről szólt. Nyomok. A... Van egy titkos szobája, a csap háromszori elfordítására rejtek ajtó nyílik meg. Észak, de most melyik az északi része? Na ezt viszont jól lenne tudni. Mert iránytűm az nincs. Na nézzük! Merről is menjünk? Ó, egy kis érték. Ott van Szokolov háza. De az viszont vannak őrök. Meg egy riasztó. What's that? A riddle? A word game? Okay. So, why would no screams worry you more? Because it is our job to look after Sokolov and make absolutely sure he continues his work. The screams are evidence his work continues. Thus, the screams are evidence that I have done my job. We. The screams are evidence we have done our job. You know, Guardsman, I don't care for you very much. Na jól van. Szóval akkor ők vigyáznak Szokolovra, akkor Szokolovra van egy őrsége. Akkor arra viszont vigyázni kell, ott vannak a patkányok, velük már találkoztunk, ugyebár. És akkor most én itt... De most engem ideges, hogy kik azok ott. Megpróbálom őket kiszabadítani, csak az a baj, hogy vannak itt őrök. Úgyhogy valahogy el kéne őket intéznem. Az ott elmegy. Ezt megfojtom és elviszem a testet, még mielőtt az vissza nem fordul. Úgy-úgy. Na itt a jó helyen leszel. És ez pedig valahol itt van. Aha, ott van. Oké, visszafordult. Na majd, hogy a hátat fordít, akkor elkapom. Ami most fog megtörténni mindjárt. Nem mondott, hogy leesek. Hú, nem. Azt hittem. Basszus! Na, beakadtam! Húha, elcsesztem. Nem vettem észre, hogy van ott még egy őr. Oké. Megoldjuk a problémát, valahogy. Ott van egy őr, ott van még egy őr. Még mindig engem keresnek. Mik ezek a omladozó hangok? Oké, okay, ott az egyik őr. Itt van a másik. Na most kicsit brutálisabb leszek, úgy döntöttem. Időhajlításom, mert ilyen közel vannak.
ez neki csak egy pillanat alatt történt dolog volt. Viszont ezt kiszabadítjuk itt. És beszélgetünk velük. Nearby there's a partially collapsed building. Up on what used to be the third floor, you'll see a painting. I used to work there. Behind the painting there's a safe and the code is 294. Ó, kaptunk egy kódot. Zsír 294. Ez nekem ide föl is lett írva. Tökéletes. Na, akkor ezt megnézzük. Sokolovhoz útban. Ezt ki akartam fosztani, de hát na, nem volt miért. Hogy is volt? Tehát, a nő, akit a villám, blablabla, igen, egy összedőlt épület harmadik szintjén található egy festmény mögött. Összedőlt épület harmadik szintje, hát van itt egy pár összedőlt épület. Összedőlt épület harmadik szintje. Na jó, van, akkor én is visszamegyek és... és megpróbálok kutakodni. Aha, itt nem tudok felugrani sajnos, semmi úton, módon, de itt talán igen. Összedőlt épület harmadik szintje. Hát, akár még ott is lehet. Festmény mögött. Most nem megyek ide. Ez már nem a harmadik szint. Na, Csabinyó! Hát hova esett, szerencsétlen? Ah. Jó, akkor nem ezt fogjuk megnézni, megnézzük azt a másik épületet. Ami hol volt? Á. Ah. Harmadik szint, az a Szokolov háza, oda nem megyünk. Na ez még akár lehet is az. Bár nem lennék meglepve, hogyha csak később találnám meg. Ott viszont van valami cucc. Na, hol volt? Ó, itt van, kis kaja. Hát akkor most már itt is körülnézek. Ó, van itt is érték. Úgyni. Oké. Itt van egy tekerentyű. Jaj, igen, erre már jártam, ugye ott vannak a patkányok, akiket én most kihagyok. Összedőlt épület harmadik szintje. Hát az nem is itt lesz egyébként. Na. Úgy. Följebb megyek. Na jó van, gyerekek, én nem tudom, hogy hol lehet ez a szép, most egyenlően akkor nem is fogok vele foglalkozni. Ó, hát ott van! Festmény! 294, ugye? Az volt a kód. Hoppá, mit nyomok már? 294. Aha! Szezám tárulj! És találtam 200 érvényi akármicsodát értéket. Tökéletes. És a festmény mögött volt tényleg. Hihetetlen. Nagyon jó. De akkor mondhatta volna azt is, hogy a feje fölött. De akkor nem keresgéltem volna. Na de mindegy. Na itt már veszélyes terep van. Ott van egy villámfal, azt én ki fogom hagyni. Viszont. Patkány. Ember sehol. Itt van egy hatalmas egy udvar.
Daj! Úgyné. És akkor most tényleg menjünk be Szokolov házához, de nem itt kéne, mert ott vannak az őrök. Valahogy tetőnk ide bemászni, ahhoz viszont nekem itt... Nem! Ahhoz viszont nekem nem erről kéne mennem, hanem valahogy a tetőkön át megközelíteni, csak nem tudom merről. Méghozzá erről megyünk, akkor most már eldöntöttem. De ne! Hát de mellé ugrik! Hát miért ugrik mellé? Hihetetlen. Hogy? Úgy is akkor oda kéne valahogy följutni. Ide nem tudok sajnos felugrani. Úgyhogy megpróbálunk így. És itt vagyok a kéményeken! Na, vajon innen át akarod a föntre menni? Uhuhuhu! Húha! Hát ez jól észrevett. És nem! És beleestem a vízbe! Ah! És odáig már nem ért el a sugár, nem tudtam volna tovább menni, úgyhogy most kénytelen vagyok kúszni. Úgyhogy itt megoldjuk, viszont itt tesznek azok a mocsári, vagy milyen mocsári megint? Folyami kagylók, vagy mi? Há! Itt van Samuel. Haha! Ő már megérkezett és rám vár. Nagyon jó. Ide kell majd hoznunk, amikor megérkezünk Szokolóval, mert ugye most őt el kell ide hoznom. Jól van. Na. Úgyné. Megint itt vagyok, de valahogy föl kéne jutni, és azon gondolkozok, hogy... Mi lenne, ha úgy mennék? Ott van egy lánc. Akár a láncon is végig tudnám magam verekedni. Ha föl tudok jutni odáig. Aha. És meg is érkeztem. Itt vagyok Szokolov házánál. És úgy jöttem fel, hogy az őrök nem is tudják, hogy itt vagyok. És ott van Szokolov. Has great potential, according to the latest celestial alignment. As for test subject 312, after the characteristic sloughing of the skin, she should be dead by mid-morning tomorrow. Okay, na. És van itt valahol egy rúna is. How are you feeling? Egy kis erő elixír. És van itt egy nice hadnagy jelentése. Jól van. Ez egy új bejegyzésként bekerült a naplomba, úgyhogy olvassuk el a lényeget. Illetve nem. Hát nincs itt. Na mindegy, rabold el Szokolovot, üzd le Szokolovot. Rendben van, akkor most ez a feladatunk. Egyébként Szokolov nem fog tudunk megijedni, szóval nyugodtan jöhetek erről is. Itt van egy recept. Szokolov életelég szíje receptet fog tudni megvásárolni. Ez egy üres fiola. És játsszuk le ezt az audiográf lejátszót, de nem most, majd kicsit később. Fölvettem a rúnát, megvan a rúnám. Beszélgessünk Szokolovval. Your tattoo is quite unusual.
It is reminiscent of markings I've studied on cave walls far from the city. Who sent you? Piero? That jealous fool. There's no need to be his lap hound. You and I can come to an agreement. One that I'm sure will please you more than anything Piero dreamed up. Who are you? What is it you want? Money? Elixir against the plague? I don't know how you got past all the defenses, but I think I can assume if you wanted me dead, well, we wouldn't be having this conversation. Everything within my power to give you is yours. If you'll just let me go, I can see you are an intelligent man, so you understand there will be repercussions if you should harm me. I am the royal physician. Jó, elég sokat dumál, úgyhogy ilyen megoldjuk a problémát. Jó, ne dumálj már. Before you do anything rash, I think we can come to an agreement. It doesn't matter who sent you. Whatever. Na most már hallgassál. Úgy, semlegesítve. Na most már el kell majd csak vinnem. De először hallgassuk meg ezt a kis audiográf lejátszót. Sokolov here. Excellent progress today. Test subject 312 is declining rapidly. As I theorized, formulas 12 and 17 administered in combination greatly accelerated the progression of the disease. Interestingly, the respiratory mucosa had erupted and raised pustules, grayish in color, which burst, causing hemorrhaging and pain. I now turn my hopes and energies to Formula 25, which, in conjunction with a high heat therapy, which came to me most Thank you, in a dream whoever you are. He kept me in a cage, like an animal. Pain is horrible right now. So I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. Okay, szegényként tesztalany volt. Nézzünk körül itt is. Már szerintem itt már nincs semmi extra tudsz. Okay. Na, Sokolov, gyere! Megyünk, babám! Na most még le kéne jutnom nekem oda úgy, hogy lehetőleg az őrök ne vegyenek észre, viszont nem akarom kiadni ezt a belső termet sem, mivel ez a belső terem elég sok értékes dolgot rejteget, amit nem árt, hogyha összegyűjtök. Ezt le is helyezem ide. Oda is be kéne majd nézni. Na, sötét látás. Van ott egy őr, de a fal túloldalán. Van ott még egy őr. Oké. Kukucs! Igen, ez egy ilyen üvegfal, ott most nem akarok átmenni, mert elég veszélyes lenne. Valahogy meg kéne akkor ezt oldani. Mondjuk leugrok itt egyelőre, aztán majd meglátjuk. Itt egy földgömb. Old Coast térkép. Egy kis lélekfőzet, amit föl is veszek azonnal. Egy kis íróasztal. Ó, gyerekek, tele vagyunk értékekkel. Pandissia rejtélyei. Oké. Okay. Rendben. Igen, erről nem fogunk átmenni, viszont itt a csövök mögött el tudunk menni. De nem erről, hanem erről. És így talán nem fognak észrevenni engem. Ott egy könyv. Az elárasztott terület. Igen, ez egy olyan terület, ahova nekünk majd el kell menni a játék során, hát egy elég jó kis szakasz lesz, majd meglátjátok. Basszus! Áj, kibújtam a... Oké, időhajlítás. És sehol semmi. Oké, zsír. Ez egy lift, amit még nem használunk, nem is tudnám egyébként. Egy festmény. Pedig át tudunk jönni egy másik területre, ahol szintén van egy őr. Na. Ajaj, átment a villámfalon. Én viszont nem tudok átmenni a villámfalon, mert... Ú,
úgyis egyből a hátamra veszem, ezt egy nézőm ajánlotta, hogy így vegyem föl, hát akkor én ezt most meg is tettem. Ez egy új dolog volt nekem, nem tudtam, hogy egyből a hátamra tudom venni. Itt jön egy nő. De szerencsére nem eddig. Na jó, a villámfalat kiiktatjuk. Ezt meg letesszük szépen ide. Úgy most már tudok menni én is. De ez most, ez a villámfal volt? Vagy mind a kettő? Mind a kettő? Ja jó, oké. Oké, itt nincs semmi extra. Viszont itt benn van valami kis üvegcse. Uha. Oké. Okay. Szolgálólányt kiiktattuk. Hát ő totálisan jó helyen lesz. Ez a sötétlátás annyira hasznos, gyerekek, hogy már nem is tudok nélküle élni. Jó formán. Elkapjuk ezt a másik szolgálónőt is. Ott van egy őr, még egy őr, még egy őr. És nézzétek, mit visz magával? Ez egy olyan zenedoboz, amit ha ő megteker, találkozhatottuk már ezzel a zenedobozzal egy pályán egyébként. Amit ha megteker, akkor az én varázslataim teljesen hatástalanok. Tehát tényleg a két kezemre vagyok utalva. Csöpög a cső. Úgyhogy most ki kéne ittatni azt a zenedobozos akárkicsodát. Ott van egy őr, most följebb megyek. Aha. Bocs, ez most gyorsabb volt. És akkor menjünk föl. Erről jöttem volna? Erről jöttem. Viszont most amúgy is le kellett jönnöm, most jut az eszembe, mert szokolóval nem tudom másképp levinni innen. Csak hogyha erről megyek. Húha, ezeket szívre szerint íz, gyerekek. Nem baj, véglopozunk. Itt van egy őr. Ó, a francba. Hajjaj! Hajjajjaj! Na jó van, én most könnyítek itt a dolgon. A dobozos emberkét elintéztük. Lelőtt a másik. Időhajlítás. Szevasz. Hát ez volt az egyszerűbbik megoldás. Ha már így alakult, nem így terveztem. És itt van egy olyan kis cetolajos hordó, ami nekünk viszont kell lenni fog. Oké. Okay. Kell lenni fog azért, hogy a liftet beüzemeljem, mert a lift nélkül nem tudom levinni Szokolovot. Márpedig őt mindenképpen le kell vinnünk. Ez itt micsoda? Szokolov levele Hofklerk Kriknek.
Hawkbrick százados, amikor holnap ön és az emberei megérkeznek, én a tetőn dolgozom majd az üvegházamban. Tudom, a Lord Regent azt kívánja öntől, hogy minden percben kövessen, de kérem ne zavarjon meg. A kísérleteim nagyon-nagyon nagy gondosságot követelnek meg, és sietve kell befejeznem őket, Szokolov. Hát ez egy kis utalás nekünk arra az esetre, hogyha lent jöttünk volna itt be. Tehát mi nem lent jöttünk be, ugyebár, hanem... hanem... fönt. Na most ezt a cetolajos holdat viszont nem ide kell betenni, hanem... föntre. Úgyhogy akkor siessünk is vissza gyorsan. És akkor helyezzük be a tartályba, azt hiszem, hogy itt van. Így van. Úgy, és már csak Szokolov kell, akit már nem is tudom, hogy hol hagytam. Dehogy nem. Valahol itt. Ha? Gyere, Szokolov. Gyere, barátom. Megyünk, liftezünk egyet. Ó, de állj csak, hát itt vannak még értékek. Hát ezeket nem fogom itt hagyni. Tele vagyunk mindenféle jó cucca a gyerekek. Hoho. Pandiszai bika patkány tanulmány, majdnem bika kapitányt olvastam. Azt mondja, cetolaj feldolgozás, oké, egy kis cetolaj, ami értékes, megszabadulás az üres hordótól, használat. Ezt gondolom csak felszívja az üres hordót, jó? Oké. Ó, alig volt HP-m. Azt meg már olvassuk. Jó. Na, akkor most a tényleg mehetünk tovább. Várjunk csak. Próbáljuk már ki. Na jó. Nem szarakodunk. Gyerünk, Szokolov. Nem tudok kimenni itt. Én csak az ajtón tudok, jó? Ez érték? Aj. Nem, azt nem valami érték. Nem. És akkor... gyerünk! Oké, Szokolovot meghoztuk. De most el kéne dugni addig, amíg ott azokkal ott kint végzek. Hogy né? Zsír. Oké, kifosztottam. És akkor gyere, Szokolov. Megyünk. Elmegyünk Samuel papához. Ja, ott a villámfal, na azt mondják, kiiktatjuk. Ó, itt van valami cucc. Oké, ebből csak az egyiket tudtam fölvenni, a gránátot, de se baj. Nem ezt akartam, ki akartam venni. Na! Hogy? Itt nincs semmi. És ott van Samuel, ugye már ott vár bennünket. Sajnos fut ilyenkor nem tudok, amikor cipelem a testet magammal, de nem baj. De legalább Samuel jó hamar, vagy jó közel várt meg minket. Nem kell sokat sétálgatni. És meg is érkeztem. Hello, Velo. You made a neat job of it. Drop him here and we'll be off. És akkor, igen, vigyük vissza a Szokolovat. Hát akkor go. Na, a királyi tudós, ez volt a mostani kis fejezetünknek a címe. Itt van a kis statisztika, hát a általános káosz már megint nagyon magas volt, ezen változtatni kéne, ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó, viszont három különleges tettet is
megcsináltam, elvégeztem, úgyhogy ennyi volt mostanában ez a rész, a következő alkalommal innen folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, lájkoljátok a videót, ha tetszett, kommenteljetek és iratkozzatok fel hozzám. Nagyon szépen köszönöm nektek, sziasztok!